teraszperemek alakításakor, amikor egy falra egy födémet készítünk, ami majd aztán a terasz rétegrendet fogja hordozni, azt is figyelembe kell lennünk, hogy milyen szigetelő lemezt alkalmazunk, hiszen nagyon nem mindegy, hogy bitumenes lemez, vagy mondjuk valami lazán fektetett például PVC fólia kerül alkalmazásra. Tehát ha ez a szigetelés valahol itt elkészül, és ha azon valahol beázás lyuk keletkezik, akkor a belső térből nézve, alulról nézve, ugye ez a belső tér, ez pedig a külső, nagyon nem egyszerű megtalálni a hiba helyét és a hiba okát is. Hiszen, ha mondjuk egy bitumenes lemezről van szó, és az mondjuk egy betonajzatra készült, akkor ha itt van ázás jelenség a belső térben, a mennyezetnek egy bizonyos pontján, akkor vélhetően körülbelül ott felette van az ázás helye, tehát amennyiben ezt kiássuk, kibontjuk, akkor itt megtalálhatjuk a szigetelési problémát, és tudjuk lokálisan javítani. Amennyiben azonban a PVC szigetelés készül, vagy egy lazán fektetett szigetelés készül, ami alatt a víz, ha bárhol alájuk, tud bármerre közlekedni, tehát lehet, hogy itt okoz beázást, itt okoz beázási jelenséget, vízfoltokat, de közben a lyuk itt van. Tehát ott már nem olyan egyszerű felderíteni ténylegesen a pontos beázás helyét, pontos szigetelés kiszakadásának okát, mert a víz a szigetel lemez alatt tud bármere közlekedni, ez függ a lejtésektől, függ a födém helyzetétől, födém esetleges lejtéseitől, nem síkban lévőségétől. De minden esetre a bitumenes lemez és a nem bitumenes lemezes szigetelések között ez egy óriási különbség, hogy a hiba helyét nehezebb, vagy más módon kell feltárni. Persze, az is igaz, hogy amikor beázik egy szigetelés, nagyon ritkán van az, hogy pont egy lyuktól keletkezett a beázás, hanem általában a szigetelés előregedése, a burkolatok hibája, dilatációs problémák, egyéb szerkezeti problémák, vagy netán párásolási probléma, vagy valamiféle fagykár okozza a beázás. Tehát nem egy pontszerű hiba, hanem úgy általánosan a rétegrendnek valamely problémája. Tehát ennek a Felderítése ilyen szempontból kevésbé érdekes, viszont akkor érdekes, hogyha valamilyen konkrét lyukat, sérülést keresünk a szigetelésen, akkor az egyik esetben könnyebb, a másik esetben bonyolultabb felfedezni a hibát.